Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit innen az Etó Parkból, tiszta zöldben, az Etó tiszta fehérben pedig a vendég Budaörs, az MB2 23. fordulójából, Etó FC Budaörs. Ünnepélyes kezdőrúgással kezdődött a mérkőzés. Burányi Tamás szurkolónk a születésnapjára kapta ezt a lehetőséget a barátnőjétől, Biancától. Így ő végezhet el az ünnepi kezdőrúgás. Burányi Tamásnak természetesen mi is nagyon boldog születésnapot kívánunk. Ugye az első mindjárt hazai pályán a haladás ellen, aztán Szentlőrincen sem sikerült nyerni. Hozzátéve ott ugye 80 percet emberhátrányban játszottunk. Toma a 16-oson belül, micsoda szép megoldás, Toma! Hát hogy kezdődne a mérkőzés, hogyha nem egy gyönyörű szép góllal? Toma György a 4. perc leges legelején megszerzi a vezetést egy fantasztikus szóló akció végén. No, hát azt gondolom, hogy ez egy álomszerű kezdés. 1-0-ra vezetünk tehát Toma góljával. Vankó. Nagyon nagy a hely Vankó előtt. Aztán most zárunk össze. Balázs, erőtlen a lövés, nem találta el jól. Fagyas pedig összeszedi. Most az elmúlt pár percben, mintha egy kicsit átengedtük volna a kezdeményezést a Budaörsnek. És már a 16-oson belül a budaörsi támadás, ott az egyenlítés. Hát amit mondtam az előbb, hogy egy kicsit talán átengedtük ezt a kezdeményezést, ez ennek meg is lett az eredménye. Vankó a vendége gólszerzője. Vitális támadja meg Slaktát. És Vitális megszerzi a labdát a 16-oson belül. Ott a gól, Priskin! Hát nem örülhetett sokáig az egyenlítésnek a Budaörs. Hát ilyen gólt nagyon-nagyon ritkán látni. Itt ebben az akcióban ki kell emelni, az Vitális Milán. Ugyanis ő kaparta ki a gesztenyét, mondjuk így, azzal, hogy megtámadta Slaktát. És gyakorlatilag szerzett az 5-ösön belül labdát. És a második félidő is egy kezdőrúgással kezdődött, méghozzá Vankó Imre végezte el, akinek a fiai, ugye ifja Vankó Imre és Priskin Tamás most éppen egymás ellen játszanak, és mind a ketten gólt is szereztek ezen a mai mérkőzésen, és testvérpártól kapta ezt a lehetőséget idősebb Vankó Imre itt a mérkőzés második félidejére. Toma robban rá a labdára, és meg is tudja szerezni, be is teszi középre, érkezett ott Fodor, kifejelték Fodor elől, pedig nem volt ez rossz. 62. perc szöglet, méghozzá egy budaörsi. Jól csavarodik befelé, kapufa! Hűha! Szerencsénk volt, Molnár Tibor majdnem góllal szállt bele a meccsbe. És akkor 64. perc, Vitális szöglete. Csonka! Ez is egy kapufa, aztán Farkas! Hát majdnem ott volt a harmadik. Hát gólok eddig nincsenek a második fél időben, kapufák annál inkább. Priskin fejjel. És egy távoli lövés és gól, Halácsi. Nagyon nagy kár érte, mert nagyon kevés idő van már hátra, és nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy ebben a meccsben ez benne volt. És szépen lassan letelik a jelzett 3 perc, ez most történik meg. Az Etó FC 2-2-es döntetlent játszik a Budaörs ellen hazai pályán. Úgyhogy egészen a 88. percig vezettünk. Tisztelt szurkolók, kedves nézőként nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra, viszonthallásra.